Sziasztok, itt Oersz után! Folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney végigjátszást. Az előző részben nem tudtam megúszni a bűnös ítéletet, de Larry Bass felalkozással megváltoztatta a végkimenetet, így tudtam folytatni az egészet. Tehát ebben az epizódban elkerülhetetlen volt a guilty, vagy a bűnös ítélet. De viszont már még egyszer nem veszíthetek. Tehát folytatjuk a harmadik nyomozással. December 27, 2 óra 11 perc délután, Wright és Co. törvényiroda. Miről beszélt Edge? Memorial beszél, amit ő követhetett el. Gondolod, hogy Azure megölte? Nem hiszi. Fájdalmas emlékei vannak. Ami zavarja őt. Larry Bass. Hogy van mindenki? Mit gondolsz a jelenléten? A mai jelenlétemről. Tehát ő mentette meg egy sorokat. Szóval, hogy halljunk meg előtte, a hősünk előtt. A mai tárgyalás. Tényleg segített, az biztos. Biztos, hogy bűnösen imádották volna, hogyha nem lesz ott. Tehát egy gyanús az öreg. Tehát meghallgatásom volt. De ahol ült, egy olyan egy volt. Azt nem tudom pontosan, hogy mit jelent. De vajon az igazat mondja az estér? Még? Nem tudom. De amit tudok, de a végéig hisz neki. Most azon veszekednek, hogy kiben bíznak. Olyanban vagy, Larryben. Edgeworth. Hogy miért bízom Edgeworth? Hogy sokat változott. De amikor elszitalkozunk, mert akkor egy sutyó volt. De nem ismeri a korábban. Amikor még ügyvéd akart lenni. Amikor osztálytársak voltak. Négyik osztályban. Ő mentett meg. És ezt nem tudja elfelejteni. És ezért vált ügyvéddé. Hogy mi a be? Szóval arra négyikés dolgokra akarna, hogy beszéljek. Ez még tavasszal kezdődhetett. Négyikből. Így osztály tárgyalásom volt.
Szóval, hogy valaki ellopta az ügyésznek az ebédjegyét még akkor. Ruska, egy kicsi volt. Tehát volt mindenkinek ebédpénze. És abban a pénzben 38 dollár volt. Most már emlékszem. De akkor még nem volt az iskolában. És a tessé órán történetett a dolog. Szóval Finsz akkor nem vett részt a tessé. De csak is ő. És azt gondolták, hogy ő lopta el azt az ebéd pénzt. Tehát ő volt akkor a vádott. És figyeljétek, hogy ezek undokok ezek a gyerekek. Hiába úgy, hogy nem ő volt bűnös. És tolvajnak is nevezték. Azt akarják, hogy beismerje. Nem akartak volna játszövetetni. Még a tanács ellene volt. Azt követelte, hogy kérjen bocsánatot az osztálytól. Még szomorú volt. Viszont... tiltakozott valaki. Tehát ide bizonyítékje. Másra nincs szükség. Egy szégyeljék magukat, amelyet gyorsítják bizonyíték nélkül. Tehát akkor más és ő mesz felszorral. Tényleg nem ő volt. Akkor nem kell bocsánatot kérni. De bizony, itt nincs, akkor nincs semmi. Tehát az ő pénzét lopta el valaki. De tovább dumáltak, de Bács is beavatkozott akkor. Tehát ő ismerte már akkor. Akkor a tárgyalásra így érkeztették be. Tehát így történt. Tehát hárman barátok voltak. Ezt már nem tudta, de már Bác is elfelejtette. Akkor tanultam meg, milyen dolg egyedül lenni. Barátok nélkül. Hogy jó, hogy Bác jól tette, amit tett. Szerencséje volt, hogy szabad napja volt korábban. De hogyha ott lett volna, akkor bizonyára őt gyanúsították volna. És vöbb célja. Tehát beszélgetek még akkor egy kicsit. Az apja akkor még ügyvéd volt. Tehát ő korábban még akart ügyvéd lenni. És akkor jelentette azt be. Sajnálatos módon ügyésznek át. Vársza a másik iskolába ment, akkor volt a DL6 incidens. Ennek bizony volt köze apja halálához.
már igen nem hallotta ismert nevét, csak újságról. De helyett inkább az ügyészetet választotta. Úgyhogy megváltoztatni a bizonyítékokat, manipulálni a vallomásokat és fedezni a lényeget. Szóval ez volt a trükkje, hogy megszerezze a bűnös ítéletet. De hogy miért cselekedett? Tehát nem úgy ismeri a gyerdik. Akart beszélni bele, de nem tudta mennyiszer. Ő sosem beszélt róla. De a Rick barátjait nem akarta látni. De ezt tudni akarja, hogy miért akart így észlelni. Szóval ezért vált ügyvéddé. Ő találkozzon egy csövölte. Gondolod, hogyha így védesz, akkor majd találkozni fognak, hogyha akarja, akár nem. Tárgyaláson. Ezről hitt benne, és ő is hisz benne. De most senki nincs mellette. De csak ő tudja, hogy milyen az igazi egyből. Így ő tud csak segíteni. És ezért is segített le Larry Barton. És itt benne. De azt nem említette, hogy ingyen oldja meg a dolgot. Tehát ezért is kell megmenteni. Tehát ha nem segítene, akkor nem volna különb az ügyésznél. Tehát meg kell... A hajós üzletbe kell menni, bizonyítékot találni. Ezt szüketjük itt. December 27. Gortó Park belépő. Hey, bajtás, régen nem láttad. Gánsuk Delfi. De most már tudják, hogy kit tette. Ígéretet tett. Tehát már a főszobán van. És holnap már ott is lesz. De még valami van. De az erdőben már nem lehet menni. Ezt inkább jobban nem mondom. Jó van, itt folytassuk. December 27, Gortó, Public Beach. Ez a ballon bizonyára már tűnt. A autók üzlet bizonyára zárva. Biztos el van foglalva a tárgyalás miatt. És irány hajós üzlet. Tehát az öregből már eltűnt. El se tudja képzelni, hogy lehet egy gyilkos. Itt van Grossberg.
Hogy mit csinálsz itt? Tehát és hogy tárgyalása a nap végét így. Ez igaz. Még most láttad egy fő viszonyán nem lesz. De nem olyan biztos a klónkban. Tehát azt akarja, hogy találkozzak vele még, tehát az irodájában. De mit csinál egy Grossberg? De az van később. Most ilyen befelé ide. Tehát itt van na, két tulajdonos kunyhója. De senki nincs, csak ez a papagáj. Aki hellózik. És megint hellózik. Itt hagyta a papagáját. Egyetlen, hogy kellene tenni itt. Kinyitni a széfet. A papagáj tudja a szép kódját. Itt az idő kinyitni. De abban nincs pénz. Tehát találtok egy levelet. Nincs aláírás. Ez kézzel írt. Na, itt van lényeges része. Állj bosszút, Mász Edgeworth-ön. Itt van Edgeworth, ne, ott. Ez nem tudja. Ez az utolsó esélyed. Itt az idő, hogy bosszút állj a két emberen, aki tönkretette az életed. Tehát a terv az volt, hogy megölni Heavenet és rákenni Edgeworth-t. De küldje, hívja a tóhoz. Még vele együtt a... Szálljon fel egy hajóra és lőjön kétszer. Tehát ez volt a terve. Tökéletes adat van róla. Csak hogy ez az adat, van csak egy hiba volt. Egyik, hogy a pisztoly háromszor lőtt, a másik, hogy Larry meghallotta az egyik lövést. De hogy mit jelent ez? Tehát az biztos, hogy az öreg úr tette. De az a kérdés, ki írhatta azt a levelet? Tehát ez a von az a... Jó. Tehát szükség is lesz rá. Én többre nem is lesz szükség. És ilyen büntetőcenter. December 27 büntetőcenter látogatói szoba. Hallottak arról az osztálytárgyalásról, de ő nem emlékszik rá. Az ebédpénzét ellopták, de arra sem emlékszik. De most emlékszik csupán rá.
Amiatt a tárgyalás miatt volt az, hogy Phoenix ügyvéd akart lenni. De ez nevetségesnek találja. Köszi! De ő nem változott. De ő változott. Most tudni akarjuk, hogy miért akart ügyészni. Ezt nem kell mondani. Hát nem tudta elutasítani a realitását neki. Elvették az apját. És elvárta volna, hogy bűnözőket védjen meg. De már nem tartja magát olyan jó embernek azok után, hogy elvették az apját. Tehát egyonosított volt. Aki nem más, mint Gianni Yoki. Tehát ő lehetett az a lövő. De mégis ártatlan kitérték. És ez ennek Robert Hammond az oka. 15 évvel ezelőtt hárman csapdába estek egy liftben. Oxigén hiányuk volt. Minden memóriáját elvesztette. Azóta emlékezek, kiesése van. Nem tudja, mi történhetett. Roman Hebbent úgy tette ártatlanná őt, hogy az oxigén nagyon megőríthette. Tehát Robert Hammond az oka, hogy átállt ügyésznek. Eléggé utálhatta. Mert úgy vélte, hogy egy becstelen ügyvéd. És emiatt kezdte utálni az ügyvédeket. Most Von Kamarról kell tudni valamit, hogy a tanára volt. Aki érdemet tiszteltek, de valójában az nem igaz. Minden technikát tőle tanult. Olyan lehetett, mint Mia. Ő a tökéletesség. Tehát ő a tökéletesített Miles Edge-ről. Szenvedélye volt, hogy minden tökéletesen hajtson végre. Egy ügyet sem. Minden ügy le volt zárva. És senki nem volt ártatlan mellette, tehát több ezrek életét tehette tönkre. Annyira gonosz, hogy elképzelni sem lehet. Az lehetséges, hogy egy gyorsított ártatlanná váljad a Phoenix Wright az ügyvédjük. Egyébként még lehetetlen ezt elkerülni mindenhol. Főleg bizonyíték hiányában. És minden tökéletes, és Von Kamar minden tökéletesen hajtott végre. Ennek a faszfejnek nincs gyenge pontja. Ha van a gyengesége is, azt minden áron eltünteti. Hogyha ezt mondod, még a végén bűnös teszel.
Most pedig bizonyíték következik. Lássuk, ez mit szólsz? Ezt egy szépből találták a hajószüzetben. És bosszút rajta. Ki ez az öreg fickó? Hát ez még nem tudja. Talán ő lehet Jani Yoki. Tehát ez azt jelenti, hogy valakinek a kézírása volt, tehát valaki volt egy felbújtója is. Tehát, hogy ez utolsó esély. És mi erre a válasz? Biztos az elévülés időszaka, ami a holnapi tárgyalással ér véget. Tehát akkor a TL6 ügyet le kell zárni egyszer és mindenkorra. Igen, most emlékszik arra, hogy Jani Yoki lehetett az, aki meg a bosszújának az áldozatává vált, Hammond és Edgeworth is. Tehát ő lehetett az, akit ártatlan nyilvánított Hammond. Tehát itt folytassuk. Tehát még végrehajtó volt abban az időben. Csak véletlenül kerültek 15 éve ezelőtt a liftbe. Mert akkor volt a földrengés. Elég erős volt a földrengés. Minden sötét volt. Olyan volt, mint a őkét tartott volna. A levegőbb fogyott. Nem bírt a... Egy valaki nem bírt uralkodni magán, mert nem bírt lélegezni. Ki akart jutni, de egyre jobban, de csak egyre jobban megőrült. De amikor sikerült kiszabadulnia, akkor kórházban találta magát. A mentális állapota volt kérdéses. A kevés oxigén bizonyára megőríthette az életet, és olyasmi stresszet okozhatott. És így vette rá Robert Hammond a bírót, hogy jogit ártatlannál nyilvánítsák. De miért akarta volna bosszút állni? De amit igazán zavarja, és nem tudja, hogy elmondja, és az a rémálma. Szerintem eljött az ideje, hogy beszéljen róla. Ugyan az álma. Az apja halálára szól a sötétben. Sokkal igen, beszélt, hogyha kiabál. Most a végrehajtó azzal vádolja Gregory Edgeworth-et, hogy ellopja tőle a levegőt. Annyira megőrít a dolog, hogy
Elveszi a levegőt, hogy megállítja. De a kis Edgeworth reagált. Azzal, hogy megfogta a pisztolyt. De nem tudta, hogy az bizonyíték volt-e. Fogta. És ráadotta a végrehajtóra. Azzal, hogy ne, azzal, hogy hagyja békén. És a lövés elhallgatott. És valaki kiálthatott. És akkor kelt fel, amikor... volt az a kiállás. Mintha valaki csodott, neki eltört volna a csontja. És azóta hallja. Biztos ettől őrült még igazán. De mi van, ha téved? Nem tudja, ez igaz-e? Mi van, ha ez baleset volt? Azt gondolja, hogy ő maga ölhette meg. Biztos a bosszú miatt úgy gondolja, hogy azért, mert ő... Azért, mert azt gondolja, hogy ő ölte meg. Talán ez lehet az egyetlen oka annak, hogy bosszút akar állni. A végrehajtó. Bizonyára ő lehetett az igazi bűnöző. Ezt gondolja, de akkor meg... De az így volna, akkor meg... A bűnösítélet azonnal megvenne. Így az átadását mindenképpen be kell bizonyítani. Már nem teszem, már bűnösítélet mindenképpen megszületik. De így már tehetetlenné válik. Így most meg kell kérdezni valakit a té incidens. Méghozzá Marvin Grossberget. December 27, Grossberg törvényiroda. Hihetetlen, hogy nincs bajba. Szóval azt álmodta, hogy lelőhette az apját. Hogy miért vannak ketten bajban? Ez jogi bizonyára ellentétes Miles Edgeworth-tel. Tehát én hamisan akartam megvádolni, bosszú. Bizonyára nem állam volt. Ha odaadott a pisztolyt, hogy megmentse az apját, és pisztoly lőtt. Akkor megtörtént a dolog. Ahogy bírják el. Jogi volt a gyanúsított. És ezzel a karrierje. Hiába, hogy ártatlan volt, teljesen tönkre ment. És bizonyára ez is okozhatja bosszút. És bizonyára az elévülés miatt volt az utolsó esély jó. Gregory Edgeworth. Mit tudsz Edgeworth apjáról?
ügyvéd volt. Gregor Edgeworth nem értett egyet Von Karma módszereivel. Egy extrém ember volt. Hamisította a vallomásokat és a bizonyítékokat. Minden áron cselekedett azért, hogy tökéletes rekordot csinálja. Azzal, hogy még hazugságokat is mondt, csak hogy ne tudjon veszíteni. Tehát egyértelműen becstelen. Gregory Edgeworth nyilvánvalóan hiába, hogy nem értett egyet a módszerével, volt egy érdekes taktikája. Hogy figyeljetek a hamis bizonyíték. Az mindegy, hogy vesztett. És meghalt. De többit ma később. Tehát egy médiumot hívtak. Méghozzá Maya Fey anyját. Gregor Edgeworthot megölték. És ő vádolta meg Jani Jogit. Jogi ártatlan volt. Tehát akarta az anyja. Mert csalónak nevezték. Mindenki azt gondolta. Bizonyára Gregor is a szemmel hazudhatott. Azt gondolták, hogy csak a fiát akarták védeni. Vagy ő akart azt védeni. Azzal, hogy hamisítja a vallomását. Ez volt az egyetlen lehetséges válasz. Pedig itt másról van szó. Most pedig bizonyítékkal folytassuk. Méghozzá ezzel. Ez a levél. De hogy miért történik Hammondot? Hammond egy képzett ügyvéd volt. Nem a kliens érdekében védte meg a vádlottat, hanem a saját maga módján. Nem bízott a klienseiben, főleg Janiban. De a saját képességében bízott. De hogy miért számít ez? Ez különböző. Magának akart azt az ártatlan ítéletet megszerezni. Tehát ő sem volt külön Von Karmánál. Ő is megtett mindent azért, hogy ártatlanná tegye a klienseit. Igaz, jelentétes Von Karmáival, de Hammond szintén nem volt ártatlan. Tehát jogi szabad ember volt, de a szociális élete teljesen tönkre ment. De Grossberg ismeri ezt a kézírást. Van így, talán van ötlete, hogy ki tehette. Már az Edgeworth nem írhatta ezt, tehát... Mert miért írhatná, hogyha rajta akartok bokítani? Jani Ogier szintén nem lehet, hiszen neki adták azt a papírt. Így csak egy válasz létezik. A gonosz Manfred von Karl. Mi köze hozzá? Rájött, hogy von Karl a kézírása.
Tehát ő azt jelenti... Tehát... Vampire von Karmának írhatta. Most Vampire von Karmának írhatta azt a levelet Yoginak, hogy álljon bosszút Mars Edge-ből. De hogy mit jelent ez? Tehát von Karma vádolhatta meg Commission Edge-ről. Tehát, hogyha von Karma adta a levelet, bizonyára tudhatta, hogy véletlenül ölhette meg az apját. Ha tudjuk ki. Biztos, hogy sokat meg tudnak adni. Biztosan ezt akarja a támadásnak bevetni, hogy Mass Edge-ről bűnösnek találják. Ajjaj. De honnan tudhatta Edge-ről múltját? De most honnan tudhatott... Ez csak a halmi berendelő. De ő a tökéletesség. Biztosan elégtétet akart venni Gregory Edgeworth-ről azzal, hogy bántja a fiát. 15 év ezelőtt történt a dolog. Tehát von Karma találkozhatott Edgeworth apjával. Amit von Karma meg is nyert. Viszont... hogy mi történt akkor? Von Karma megszerezte a bűnös ítéletet és megnyerte a pert. De Edgeworth apja megváltotta a von Karmát egy hamis bizonyíték bemutatásával. Így hát igaz, hogy a Gregory vesztett, de ez Edgeworth bátya megmaradt. Tehát megnyerte azt a tárgyalást von Karma, de nagy árat fizetett érte, ami büntető. Hát igaz, hogy nem tudom, hogy az ügyész ilyenkor milyen fél büntetőt kap. De ezzel tönkretette a rekordját. De a 40 éves rekordjában csak a bűnös ítélet maradt. Ami egész sokkal hatta von Karmát, így vakációt vett ki. De ez volt az első és utolsó, amit... első és utolsó vakáció, amit tölthetett ügyészként. Tehát nem egy vakáció útra, se ez a tengerre, se a hegyekre. És Európában sem lehet. Tehát csak egyszer volt. Nagyon feldíthette az a büntető, pedig megérdemelte. De azt kíváncsi, hogy miért volt a vakáció? Arra is van egy érdekes válasz, de csak a halmit perben derül ki. Von Karma bizonyan a DL6 incidens papírjait fogja majd bevetni Edgeworth ellen. De mi van, hogyha Edgeworth beismeri a bűnösségét? De ezt nem hagyhat. De a baj nem szándékosan elkülönhet egy gyilkosság, így gyilkosság. És ő magától beismerte a dolgot, de sajnálatos módon ez... De ez majd a
fokozni fogja a bajt. Ezután nyomozni kell még, bizonyára a rendőrségnél. De nem ígért semmit. Tehát a következő helyzet, itt már két ellenség van. Az hamis tanul a másodlagos, vagyis Jani Joki. De a valódi célpontunk a gonosz Manfred von Karn. Mivel neki 40 éves rekordja van, az azt jelenti, hogy elég gonosz. És becstelen és könyörtelen. Az nem elég, hogyha egyszerűen elveszi a pert, a néven is komolyan egyszer és mindenkorra tönkre kell tenni. Vonkára csak így lehet legyőzni, hogyha a néven is komolyan végleg tönkre teszi. Vagyis a játékos végleg tönkre teszi. Tehát egy nap maradt hátul. Már csak egy-két helyszín maradt hátul. December 27 rendőrség. Gáns nem fog itt lenni. A rekordszobába kellene menni most. Nem akarnák engedni, hogy oda bemenjenek. De mivel Mr. Von Karma ott van, ezért ki kell használni ezt a lehetőséget. Most rögtön. De ennek nem lesz jó vége. Mert már megérkezett. December 27. rendőrségi rekord dokszobája. Elég hosszú szerint. Akkor te nem volt. Azt veszi észre, hogy munkára már még nincs. De amit használnunk kell nyomozásra, ez. De az egyik fiók nyitva van. Bizonyára megnézhette. Megoldatlan ügyek. DL6 incidensről a fájlok eltűntek. De Vonkár már rájött, hogy itt vagyunk. Hogy nézel rám, te most barom? Honnan tudjátok a nevet? Találkoztunk mi már? Nem emlékszik rá, mert ez a barom! Mi láttuk egymást minden nap. Egyfő ügyvédi csapata vagyunk. Nem igazán emlékszik az ügyvédekre. Mert ők számára bogarak. Ők ugye eltapoznak. Tehát nem könnyörű. Már érti, hogy miért volt egy zsörben tóra. Kezdjük néhány beszéddel. Tehát a tanítvány volt. Most csak sétégetni meri. Ja, csak tudhatjuk vele, hogy milyen kapcsolata lehet egy Gregoricsról. Most tudhatjuk vele azt is, hogy tönkretehette a rekordját. Hogy semmi közünk hozzá. Majd meglátjuk. Tehát ez lesz utolsó nap. De először fordult elő, hogy
Látott egy ügyvédet, egyik kitartani. És veszítünk? Na nem! A karrieredet tönkre fogom tenni, mert ezt érdem. De azt bevallja, hogy majd be fogja valami a bőrsét, akár elvesztem a perc, akár. Megérés kutatom. Hogy tudom, hogy mit fog mondani egyből. Tehát ha te incidenst fogja még ellene felhasználni. Viszont még egy gond adódott. Vagy nem ez! Tehát... Csak akkor van vége, hogy ezt megmutatom. Hogy te voltál. Már igen, nem hallotta a nevét. De egy ostoba. Már mondtanék, hogy higgesse azt a levelet. Most már baj van. Beismeri, hogy így van. Igaz, hogy beismeri, sajátos módon van rossz dolgok fog követni. De most nagyon mosolyog. Úgyis van nála egy bédító fegyver. Önvédelemre. $600,000 volt a testre. Mintha egy... Mint amikor egy kutya érít még egy elektromos kejtést. De emberek nem halnak meg tőle. Most követeli a levelet. Úgyhogy... Nézd, mi lett ebből. Ne! Von Kamaráta. Vagyis már rátámad Von Kamara. Ez Maját lesokkolja. De a Fincet is lesokkolja. Mekkora egy fasz fej! Ezt a barmot tényleg el kell intézni. Meg is érdemli, hogy az ügyészek között legyen. Mert egy gyilkos is. Ellapta a levelet az a faszokó. Most nyom nélkül maradtunk. Majd rátámadhatott a... Rátámadhatott Von Kamara. Most bizonyára fekszik. Nem tudta megállítani, túlságosan erős. Ráugrott. De lesokkolta. Asztalnak véli magát. Ügyvédként, médiumként. Kezdi szégyelni magát. Vagy biztosan lehet sítély rajta. De Fénysz talált valamit. Egy újabb bizonyítékot. Tehát incidensről. És ezt Gregor egyről szívéből vehették ki. De erre már emlékszik. Bizony a vokkalm a kezében volt ezzel, amikor Maja rátámadott. Bizonyára elejtette. Így ezt kell majd bevetni végső támadásra.
De mégse olyan hasznos. Tehát a papír helyett ott van a töltény. Tehát az a keveredi majd a végső támadást. Ez a bizonyíték ma tönkre fogja tenni Von Karma karrierjét. Egyszer is mindenkor. Folytatjuk. Tehát... Tehát már csak egy per maradt hátra. Tehát ez lesz az észre-törni fináléja. A tönkre kell tenni... Először a másodlagos ellenségnek... a vallomását, azaz Jandy Yoginak be kell vallania a bűnét, utána Manfred Von Karma karrierjét kell egyszer és mindenkorra tönkretenni. Hogy többé ne kerüljön az ügyészek színe elé. Úgyhogy most mentés. Úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornának, lájkoljátok a Facebookon és kövessetek Twitteren. És legközelebb befejezem a harmadik perrel. Úgyhogy búcsúzom mára. Sziasztok legközelebb.